meglepetés nincs, mi évek óta ezt mondjuk. Nincs erős önkormányzat, saját tulajdonú közműcégek nélkül, kezdte a közgyűlést követő sajtótájékoztatót Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a város hosszas tárgyalás sorozat és előkészítés után állapodott meg a két céggel, így a Depónia Kft. 100, míg a Székom 90%-ban Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonába kerül. Azt gondoljuk, hogy ez a szolgáltatás minőségére is jó hatással lesz. Én bízom benne, hogy természetesen a város számára ez egy plusz bevételt jelent, hiszen ebből a bevételből lehet aztán egyéb feladatokat ellátni, adott esetben például a szociálisan rászorulókat támogatni, de ezekből a bevételekről lehet sportra, utak felújítására, egyéb fejlesztésekre, kultúrára, vagy éppen szociális feladatok elvégzésére, környezetvédelmi feladatok felvállalására is fordítani. Nem került titoktartási záradék a szerződésbe, így annak részleteit nyilvánosságra fogja hozni a város. Ennek értelmében a több száz milliós vételár pontos összegét is meg fogják tudni a fehérváriak. A két cég megvásárlásához egyébként nem vett fel hitelt Székesfehérvár önkormányzata. Gyakorlatilag kigazdálkodjuk az önkormányzat cégeivel közösen, azaz hitelfelvételére nem került sor annak érdekében, hogy ezeket a üzletrészeket és részvénycsomagot meg tudjuk vásárolni, azaz teljes mértékben egy hatékonyabb gazdálkodás eredménye az, hogy ezeket a lépéseket is most meg tudtuk tenni. A rendkívüli közgyűlés két napi rendje is foglalkozott a Vörösmarty Színházzal. Egyrészt változtatás nélkül elfogadták Quintus Konrád igazgató helyettes 2011-2012-es évad tervét, valamint kiírták a pályázatot az igazgatói posztra. Ebben várhatóan a szeptemberi közgyűlés már döntést is hoz.